földön a két ember, a rendőrök megbilincselték őket és átvizsgálták ruháikat, a nyílt utcán fogták el őket. A gyanú szerint abból éltek, hogy 50-100%-os kamatra adtak kölcsönöket. Volt olyan sértettünk, aki 1999-ben 80 ezer forintot kért kölcsön az adózásoktól, és a mai napig havonta 100 ezer forinttal törlesztette ezt a korábban kölcsönkért összeget. Máskor 80 ezer forint helyett közel 2 milliót követeltek vissza, az adós nem tudott fizetni, ezért a házát vették el, a lakást az uzsorások később kétszeres áron értékesítették. Alaptalannak tartja a gyanúsítást az egyik férfi. A folyosón várták, hogy előzetes letartóztatásukról döntsön a bíróság. Egyikük a kisebbségi önkormányzat képviselője Olson. Az önkormányzat elnöke híradónknak azt mondta, amíg nincs munka és a családok éheznek, az uzsorások nem tűnnek el. Családok rá van szorulva a kamatosok tétére. A kamatosok azt kiemelném, hogy az uzsora kamatos az nem megy oda a roma emberhoz, hogy itt a pénzt akkor vedd el, hanem a uzsorát keresik meg. Az elnök szerint nem tudtak a képviselő ügyeiről, de amíg el nem ítélik, nem mondatják le. Legutóbb február közepén fogtak el egy testvérpárt, akik a gyanú szerint 100%-os kamatra adtak kölcsön. Azelőtt egy házaspárt tartóztattak le, mert 3 évig fogva tartottak egy idős embert. Tavaly novemberben egy 4 fős társaság bukott le. A 4 ügyben összesen 10 ember van előzetes letartóztatásban. A helyiek.